Jó estét kívánok, kedves nézőink! Európában és a magyarság között is bőven akadnak olyanok, akik gyűlölik a keresztény erkölcsöt, és gátlástalanul mindent megtettek, illetve megtesznek annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb pusztítást végezzék ezen a területen is. Már ott tart a degeneratív, beteges aberrációk térnyerése, hogy kisgyermekek is célpontjai ennek az Isten, ember és természetellenes tevékenységnek. Felmerül a kérdés, hogy azok, akik ezt teszik, milyen jogon, alapon és honnan veszik a bátorságot arra, hogy más emberek gyermekét fertőzzék, lelki és tudati fejlődésükben deformálják, keresztény családok életébe beleszóljanak és azok a degeneratív nézeteikkel tönkretegyék. Mai műsorunkban a beteges, degenerált aberrációk térnyerésének következtében kialakuló félben lévő állapotokról, illetve a keresztény családok és a gyermekek védelme érdekében szükséges teendőkről is szó lesz. Vendégem továbbra is dr. Gaude Nagy Tamás, ügyvéd. Ügyvéd úr, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött ebbe a műsorba. Köszönöm a lehetőséget. És mielőtt elkezdenünk ezt a témát, van egy másik, ami bennünket is ért már magát a Ne legyen áldozat című műsort, hogy ugye előzőleg készítettünk a Kalergi tervvel kapcsolatosan egy nagyon frappáns kis anyagot, 25 percben, ezt feltettük a YouTube-ra, ugyanúgy, ahogy szoktuk a többi filmet, közel 650 filmet készítettem az elmúlt több mint 12 év alatt, és ezt a filmet különböző jogokra hivatkozva, hogy mi gyűlöletbeszédet sértettünk, meg most pontosan gyűlöletbeszédet alkalmaztunk, hát én nem tudom, milyen gyűlöletbeszédről is van szó, mert semmi nem gyűlölködtünk, és ebben ennek értelmében törölték ezt a filmünket. Hál' Istennek ugyanúgy megtalálható a YouTube más által visszatett részén, megtalálható ez a film, de szeretném, hogy beszéljünk egy kicsit erről, hogy miben is vagyunk benne, tehát milyen világ és milyen orwelli világrend kezd kialakulni, ahol gyerekeket molesztálhatnak, ahol keresztény családok életébe belerondítva valaki a degeneratív, beteges, aberrán, szexuális szélsőséggel kapcsolatos nézetét kisgyerekeknek előadhatja, ez lenne az a világrend, ez lenne az európai értékrend, ez lenne az az érték, ahol több tízmillió idegen vallású embert be kell fogadni, ahol templomokról le kell szedni a keresztet, mert a sérti más emberek érzékenységét, ahol már télünnep van, nyúlünnep van, ahol már decemberben nem lehet karácsonyfát állítani. Milyen világrend kezd kialakulni? Tudom, hogy összetett ez a kérdés, így a fő témakörünk lenne a gyermekek védelme. Mit lehet tenni a keresztény családok megmentése érdekében? Tehát hogy jön oda bárki ahhoz, hogy oda megy és a szexuális aberrált nézetét terjessze mondjuk egy keresztény család gyermekének? Hát ez több mint pofa kell. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon sok mindent kimerít, de én átadnám önnek a szót. Igen, hát ez egy megdöbbentő dolog, hiszen ha ugye mindazok, akik a szerkesztő úr által elmondott aberrációkat terjesztik, ugye egy pillanatig is komolyan vennék a saját azon nézetüket, hogy itt a egyenlő jogokat kérnek, ami egyébként nem egyenlő jogok, hanem többet jogok, de hogy legalább a véleménynyilvánítás szabadsága, sokszínűsége a véleményeknek jelenjen meg, akkor erre nem kerülhetett volna sor, hogy a mi beszélgetésünk, ami tényleg történelmi tények és jelenkori események és jogi normák elemzéséből állt, a Kalergi tervről, mi alapon vette a bátorságot magának, ki tudja melyik cenzora a YouTube-nak, hogy azt mondja, hogy kérem, ez a gyűlölet irányelvekbe ütközött. Hozzáteszem, ők megszegték ennek kapcsán a saját irányelveiket, pekjükre precíz jogászként ezért megnéztem, hogy működik ez a YouTube-nál, és egy mondatban csak röviden, ilyenkor ha mégis úgy gondolja, hogy a YouTube mint felület, hogy a gyűlölet irányelv mondjuk alapelveket valaki megsértette ahhoz, ami azt kell, hogy durva erőszakra való felhívás, stb. Tehát van nagyon komoly, hát itt ugye tényekről beszéltünk és jogi jogszabályokra hivatkoztunk, meg önvédelemről beszéltünk, talán ez lehet az európai önvédelem gondolata, lehet, hogy ez csapja ki a biztosítékot. De ők is azt írják, hogy előzetesen figyelmeztetni kell a csatornajogosultját, ami ellen fellebbezést lehet előterjeszteni, és akkor csak utána, ha a fellebbezést elutasítják, akkor lehet ugye adott esetben ugye levenni ezt a felvételt. Hát itt semmilyen nem volt. Se előzetes figyelmeztetés, se fellebbezés lehetősége, se tényállásszerű, úgymond sértő cselekmény, ennek ellenére mégis megtették. Minek hívjuk ezt? Hát ezt a sztálini önkény, azt hiszem talán diktatúra. Ez pontosan így van. Tehát ez maga a diktatúra, és az egész gondolatkörük, mozgalmi irányuk, amely kombinálja ezeket az elemeket pont ugye alásni tulajdonképpen a normális élet fundamentumait Európában, mind a nemzet oldaláról, mind a család oldaláról, mind a nem identitás oldaláról, a vallás, a kereszténység oldaláról, tehát ezek totális támadások, és ezeket, ahogy
ki is mondja egyébként egy feminista ideológus, hogy gyakorlatilag ilyen hát így fegyvereket kell ugye bevetni, fegyvereket kell használni, tehát úgymond ilyen ideológiai fegyverekkel kell szétverni gyakorlatilag a egészséges társadalom szöveteit. Úgyhogy itt minden összefügg, és hogyha a gyermekek védelméről beszélünk, akkor ott is ez leszűrhető. Hát, hogy egész friss dolgokat mondjunk, azért, hogy a Mikulás ugye, időszakában, Szent Miklós ugye, ünnepén, ami a gyermekeknek egy szent ünnepe, és ugye arról szól, hogy Szent Miklós püspök ugyanak idején irgalmas, jószívű emberként keresztényi szellemben, jézusi lelkülettel adott jót az embereknek. Na most ezen időszakot ki tudta használni egy hatalomra törekvő baliberális párt Magyarországon egy olyan reklámfilm elkészítésére, ahol a Mikulásnak öltözött figura egy nagyon vonzó kis keretben játszódó filmecske ez egyébként, szép zenécskével, szép képekkel. A kis Mikulás puttonyba belerak egy példányt a Meseország mindenki című LGBTQ propagandát terjesztő könyvből, amiről hát itt az elmúlt időszakban hatalmas viták voltak, és ami tulajdonképpen eredményezte azt, hogy az alaptörvény módosítását is szükségesnek látta a kormányzati oldal. Hát én azt gondolom, itt elég világos a veszély, mégpedig az, hogy itt most már tényleg világok harcáról van szó, ezért csapnak össze ugye az értékvédő, önvédő erők, nemzeti erők, keresztény erők és az ellenük támadó, hogy mondjam, nagy koalíció, amelynek Magyarországon is, meg külföldön is nagyon-nagyon sok szereplője van, de egy közös bennük, hogy minden erővel szét kívánják verni ezeket a nemzeti kereteket, hagyományos létezési formákat. Mindig meg lehet kérdezni, hogy miért? Miért lesz ez jó nekik? Mert utána mennyire ez fenntartható egy olyan állam, vagy egy olyan szuperállam, ahol gyakorlatilag már identitását vesztett milliók sodródnak könnyen irányíthatóan, nem is biztos, hogy könnyen lesznek irányíthatók. Ugye azok a bevándorlók például, akiknek most ugye nemrégiben az Európai Bizottság 34 millió embert jelölt meg Európai Unió területén olyan emberként, akiknek bevándorló hátterük van, tehát egy szülőjük legalább bevándorló. Ez egy elég nagy szám, és különösen annak fényében nagy szám, hogy 2015-ben a korábbi cselekvési terv előtti pillanatokban még csak 20 millióról beszélt az Európai Bizottság. Tehát 5 év alatt sikerült 14 millióval megnövelni ezt a számot, és hát vérfagyasztó, jól el is van dugva egyébként. Nagyon érdekes, én azért, aki eléggé gyakorlatnak mondom magam az Európai Uniós különböző portálok ismeretében, nagyon nehezen találtam meg, nem véletlenül, mert ez egy olyan tényleg félelmetes és nyíltan, gátlástalanul gonosz, embertelen program, ami kendőzetlenül rögzíti azt, hogy ezek az újonnan jött embereknek ugye hát minden áron végre kell hajtani az integrálását, és leginkább ugye az inkluzív oktatás, képzés, aztán ugye a foglalkoztatási lehetőségek kibővítése, egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés, és megfelelő és megfizethető lakáshoz való jog. Egyetlen egy szó nincs ebben például arról, hogy milyen nehézségek terhelik az integrációját az Európába érkező más vallású, más nemzetiségű, más kultúrai bevándorlóknak. A bűncselekmények vagy a bűnözés fogalmát egyetlen egyszer sem lehet megtalálni ebben a egyébként vaskos, több tucat oldalas dokumentumban. Semmilyen oldalról nem beszél ez a dokumentum arról, pedig az Európai Unió kormányáról beszélünk, tehát nem egy munkanyag, nem egy tanulmánya valakinek, egy végrehajtandó cselekvési terv, amelyről egyébként ez elmondja maga a bizottság is, hogy ez alapvetően nemzeti hatáskör, de azért nekünk egy csomó elképzelésünk van, és akkor leírja, hogy hát ez hogy kéne rendezni. És egyetlen szó nincs arról, hogy milyen kötelezettsége van és kellene legyen egy Európába érkező, vagy Európában született bevándorló hátterű embernek. Mennyire kellene neki törekedni arra, hogy integrálódjon valóban, tehát hogy elfogadja az itteni kulturális hátteret, az itteni civilizációs közeget, és a jogszabályokat be kéne tartani.
Ehelyett egy komplex, nagyon komplex, mindig szeretik ezt az ott, komplex, meg inkluzív, meg fenntartható. Ez a komplexitás abban áll, hogy ennek a 34 millió embernek, amely egyébként az Európai Unió lakosságának 8%-át teszi ki, a fiatalabb korú generációban ez már 10% fölött van, emlékezzünk a német adatra, csak azért is még egyszer elmondom, lehet, hogy ez vertek ki a biztosítékot a múltkori adásban, ugye, hogy 2000, tehát a 20 és 35 év közötti német férfi lakosság vonatkozásában a legfrissebb statisztikai adatok szerint a 11 millió férfi 20 és 35 év közötti lakosból már a fele bevándorló hátterű. Tehát ez a folyamat nagyon gyors, nagyon erős, nagyon agresszív, és hát ugye a komplexitás az abban nyilvánul meg, hogy itt ezt a gender egyenlőségi stratégiával együtt kell majd megvalósítani. Az LGBTQ, LMBTQ, ugye a szexuális devianciák egyenlőségre stratégiát is ide kell vonni, ezt is együtt kell alkalmazni. Természetesen az EU antirasszista akciótervét is integrálni kell ebbe a programba, és az EU roma stratégiát is integrálni kell. Úgyhogy nagyon szép, komplex a dolog, és nagyon szép lenne, ha nem lenne nekünk egy Theo Sarrazinunk, aki egy kiváló német szociáldemokrata, és hihetetlen döbbenetes könyveket és leleplező szembesítéseket írt. Én múltkor is már idéztem az ő személyét, de most szó szerint szeretnék idézni egy gondolatsort tőle, minden idők legnépszerűbb német könyvét írtam a 2010-ben, amelynek a következő a lényege. Az integráció annak a teljesítménye, aki integrálódik. Aki nem csinál semmit, azt nem kell méltányolnom. Senkit nem kell méltányolnom, aki az államból él, miközben elutasítja azt az államot, nem gondoskodik előreállhatóan gyermekéről, és egyvégtében új fejkendős lánykákat produkál. Ez érvényes Berlin török lakosságának 70, arab lakosságának 90%-ára. Sokan közülük nem akarnak integrálódni, hanem saját szakálukra akarnak élni. Ráadásul egy olyan mentalitást képviselnek, ami állami mentalitásként agresszív és atavisztikus. Az elképzelésem az, egyáltalán semmi nemű bevándorlás, kivéve a magasan kvalifikáltakat, és távlatban semmi nemű pénzjuttatás a bevándorlók számára. És tovább, mert Sarrazin megy két éve meg már a Übername, ellenséges hatalomátvétel, Feindliche Übername címmel írta meg a következő könyvét, ahol Kerek Perec leírja, hogy hát ez a tendencia folytatódik, alacsony születési ráta, magas bevándorlási tendencia, és ott magas születési ráta a bevándorlóknál, egyszerűen át fogják venni a hatalmat a muszlim többség. Ha ezt nem akarjuk, meg kell állítanunk a bevándorlást, mondja, mentalitásukkal formálják a rendszert, és egyidejűleg megnő a számuk, akkor valamikor átveszik a hatalmat. Emögött nincs semmiféle mesterte, mondja ő, hát azért van, csak ugye úgy érti, hogy ez egyszerű matematika. Tehát maga a végrehajtásban már nincs csoda, az már egy, ha úgy tetszik, egy törvényszerűség. És hát ugye migráció megállítása, fejkendőviselés tiltása, és egyszer meg kell adni az államoknak azt a szuverén jogát, hogy eldöntsük, hogy ki jöhet hozzánk, és ki élhet nálunk. És ehhez képest, hát persze nem így van, mert akár az LGBT, hogyha visszamegyünk a gyermekek védelmére, döbbenetesnek gondolom azt, hogy az embertelenség ezeknek a terveknek mennyire tetten érhető abban, hogy most gondoljuk végig, mondjuk tényleg Európába érkezett egy bevándorló, mondjuk gazdasági bevándorlóként, mondjuk Pakisztánból. És ott ugye egy olyan kultúrában felnőtt gyermekről van szó, aki világéletében, meg hát generációkra felmenően mindig is, hogy mondjam, alapvetően a nemi normalitásról hallott. Tehát ugye ott azért elég szigorú szabályok vannak, beszéltünk erről is az adásban, hogy több tucat országban büntetik a homoszexualitást, kiskorúakkal kombinálva pláne. De hogyha mondjuk ide jön egy ilyen pakisztáni bevándorló, aki mondjuk már itt van, és mondjuk tényleg elkezd a magához képest, elkezd jól dolgozni, próbál integrálódni, elkezdik rákényszeríteni ezt a genderőrületet. Ilyen címmel jelent meg ugye a Margaret Peters kiváló könyve, jól összefoglalja egyébként ezt az egész fogalomrendszert, meg célrendszert, ezt a kártékony ideológiát. És egy embertelen dolog. Tehát ők azt mondják, hogy emberiesek vagyunk, mert ugye befogadjuk őket, de közben őt is át akarják nevelni, közben tudják, hogy nem fogják tudni. Tehát akit igazán tudnak átnevelni, vagy akit igazán tudnak romlásba vinni, azért az a tudatában, spiritualitásában meggyengült európai ember. És ez ugye látjuk, hát Belgiumban, Hollandiában, nyugaton ürülnek ki a templomok, és mecsetek kialakulnak át, vagy diszkókká,
vagy bevásárlóközponttá. Úgyhogy hát ezeket kell szednie magát a patrióta társadalomnak, és azért jó, hogy ez az alaptörvény módosítása, visszatérünk egy pillanatra, napirendre került, és lényegében 9. módosítás keretében a kormány többség azt a javaslatot terjesztette elő, nem kis részben ugye itt a nemzeti ellenállás törekvései okán is, hiszen évről évre ugye nagy erőkkel próbáljuk nemzeti szervezetek felhívni a figyelmet arra, hogy milyen veszélyes trend a szexuális devianciák terjesztése iskolákban, gyerekek körében és egyáltalán országos szinten. És ugye itt a miniszterelnök úr ugye a híres vörösvonalas beszédét ugye elmondta, hogy hagyják békén gyerekeinket, és ennek nyomán ugye ez a bizonyos mesekönyvről is beszéltünk, ott ugye tüntetés volt, megakadályozás, bemutató megakadályozására ugye darálás volt Duro-Dora részéről, tehát igen, lett egy nagy visszhang, és hála Istennek egy olyan klauzula fog bekerülni a alaptörvényben, ami rögzíti, hogy védi a gyermekek születési nemének megfelelő önazonossághoz való jogát, biztosítja hazánk alkotmányos önazonosságán és keresztény kultúrán alapuló értékrend szerinti nevelést, és ugye kiegészül a házassággal kapcsolatos férfi-nő kapcsolatára vonatkozó definíció azzal, hogy az anyanő apa férfi. Ugye itt most mindenféle kritikák elhangzanak, nem kívánok kitérni erre a szájerügyre, de azt gondolom, hogy semmit nem von le a nemzeti közösségünk azon önvédő kötelezettségéből, hogy valaki, hát úgy, ha úgy tetszik, könnyűnek találtatott, ugye, és megbukott, de ez még inkább elkötelezetté kell tegye mindannyiunkat, illetve nyilván akik most emiatt támadják gyökerében akár ez az alaptörvénymódosítást, azok meg természetesen mindig eszköz keresnek arra, hogy még egy csapást mérjenek a nemzeti közösségeken, keresztény gondolkodáson. Ugye mi szerettük volna a nemzeti szervezetek közösen egy olyan javaslatot terjesztettünk elő, tettünk közkincsé elmúlt hetekben, amelynek az volt a lényege, hogy az LMBTQ propaganda tiltása is kerüljön be, legalábbis egy keret mondat erejéig az alaptörvénybe, és szülessen egy olyan törvény Magyarországon, mint Oroszországban, vagy enyhén formában Litvániában, ahol bizony szankcionálják, nem csak tiltják, hanem szankcionálják és büntetik a nem tradicionális szexuális kapcsolatok népszerűsítését. Én azt gondolom, ez előbb-utóbb meg fog történni. Ügyvéd úr, hogy az emberek, a tisztelt televíziónézők is érzékelhessék, mekkora a veszély, mekkora baj van Európában, amióta ezek lettek az Európai Unió alapértékei, amiről beszélünk. Tehát minden, ami normális, minden, ami a hagyományos keresztény gyökereket jelenti, azok üldözendők, és minden, ami abnormális, degeneratív, az gyakorlatilag föl van emelve a legalitásnak a szintjére. Hogy ön, mint jogvédő, szakember, egy kicsit fejtse már ki, legyen kedves, hogy milyen mértékű a baj, ami az európai kultúrát, illetve az európai őslakosságot érinti? Hát, ugye a klasszikus mondás szerint növeli ki, elfődi a baj, tehát egyrészt azt kell mondanom, hogy nagyon nagy a veszély. Tehát ezt mindenfajta mellékzönge nélkül mondom. Tehát olyan szisztematikusan, olyan hatalmas pénzügyi erővel, jogi szervezettséggel, civil szervezeti hálóval, média erőkkel megtámogatva, politikai erők, hát számtalan politikai erő gyakorlatilag nyíltan és egyértelműen képviselő. Akarok egy példát hozni arra most, hogy mondják, hogy a Európai Néppártban most helye van, nincs helye Fidesznek, mi legyen, hol, hogy legyen. Hát milyen néppárt az, amelynek mondjuk tagja a svédországi moderált párt, amelynek a képviselő a következő szavakkal él mondjuk most idén októberben az Európai Parlamentben. Egy bizonyos Jörgen Várborn néppárti frakció tagja. Hát azt mondja, hogy kérem, hogy ugye a adófizetőknek biztosnak kell lenni, hogy a pénzüket megfelelően költik el, sajnálatos módon Európa szerten számosan példát látunk, amely figyelmen kívül hagyja a jogállamiságot. Folytatja azzal, hogy az elnökség a javaslatát ugye bírálja, hogy nem elég erős a jogállami mechanizmus, egy fillért sem kellene a demokráciát vagy a korrupciót megkérdőjelező kormányoknak adni, és alapvetően az egész európai együttműködés hitelességének kérdése, hogy mi irányítjuk a pénz elköltésének módját. A korrupt és antidemokratikus erőket nem hízlalhatják a svéd adófizetők. Ugye ezt fordítsuk le magyarra, ez mit jelent?
az önvédő államok, ugye Svédország, nem akarok magamra hivatkozni, de a Nemzeti Jogvédelmi című könyvben, amiből idéztem Sarazint, pontos elejére, hogy vannak az önpusztító, önfeladó államok és az önvédő államok. És egy önfeladó állam képviselője kiáll az Európai Parlamentben, néppárti színekben, és közli a nagyvilággal, hogy már pedig mi önfeladó államok fogjuk eldönteni, hogy ki mire fogja költeni a pénzt, és természetesen aki nem arra költi, lásd, migránsok integrálása, LGBTQ propaganda terjesztése, és egyáltalán a gazdasági kényszerzubbony felvétele, eladósítás, azok viszont csúnya, korrupt és antidemokratikus erők. Ez a rövid olvasat. Döbbenetes, hogy mennyi ilyen ember él Európában. Hihetetlen. És ők nagyon aktívak, tehát azt gondolom, hogy nagyon nem láthatók, tehát másik példa, tehát hogy mennyire infantilis szinten megy ez, tehát a Szovjetunió tényleg pártkongresszusait idéző hangvétel, most csak egy másik példa, szintén egy svéd néppárti képviselőnő, Árbá Kokalári szólal fel a gyűlölet elleni küzdelem, antiszemitizmus, rasszizmus elleni küzdelem vitában, és akkor hát felemeli szavát arról, hogy hát akkor itt az Európai Unió, most már azonnal kezdjen el cselekedni az Európai Uniók védelme, európai zsidók védelme érdekében, több iskolást oktasson ki, meg kell állítani az antidemokratikus értékeket terjesztő szélsőséges hitközösségek finanszírozását, és ugye ez elharapja azt, hogy igazából kik okozzák ezt. Hát Magyarországot is ugye ezzel bírálgatják folyamatosan, de azt mindig elhallgatják, hogy hát gyakorlatilag állj már meg a menet, hát fizikai létükben veszélyeztetik most már a muszlim bevándorlók a Európa nyugati északi déli részén élő zsidó közösséget, de már nem csak őket, hát nemrég beszéltem egy kedves úriemberrel, aki ingatlan közvetítőként franciaországi emberekkel foglalkozik, tehát magyarországi ingatlanokat értékesít nekik, és elmondja, hogy százával, ezrével vásárolnak Magyarországon francia polgárok ingatlanokat, menekülnek el Franciaországból, mert nem tudnak, nem mernek már ott élni. És ez lenne az európai jövőkép, ez lenne az európai értékrend? Hát nagyon nem ez, nagyon nem ez. Mi áll ennek a hátterében? Van 2 percünk, ügyvéd úr. Mi áll ennek a hátterében? Kik és mit tesznek? Kalergiter. Hát csak azt tudjuk mondani, hogy ugye itt a múltkori adásban, ahogy felidéztük, hogy lehet, hogy nincs ilyen terv leírva, de van egyébként, mert a Praktischer Idealismus című könyv 23-ban leírta. De mondhatják azt, hogy ez a nagy történelem, 100 éve volt, stb. Csak hogy például működik a Kudenhof Kalergi Társaság, és annak a honlapján elolvasható, hogy azok az emberek, akik ebben a szellemben működnek, ma is ugyanazt hirdetik. Hát milyen véletlen, hogy például most találtam meg, egy Habsburg leszármazott, aki Svédországban él, történetesen tesz egy nagy vallomást arról, hogy igen, legfontosabb ugye a páneurópai gondolat, ahol a szabadság kiteljesedik, a biztonság kiteljesedik, és ő egyébként úgy érzi, hogy a moderált pártban találja meg, a mérsékelt pártban találja meg a kiteljesedést. Hát milyen érdekes, összekapcsolnak a dolgok. Ez a mérsékelt párt egy fedőszerve ennek a Kalergi tervnek, vagy egy végrehajtó aktora. Ugyanúgy, mint 100 másik szervezet, rengeteg lobbista, áttekinthetetlen hálózatú lobby polipok alkotják meg ezeket a szabályokat. A ronda az, hogy a pénz és a jogi eszközrendszer náluk van, és ezt a végtelenségig fogják préselni és használni. Nekünk meg normális patrióta, hát nemzeti embereknek össze kell fogni a régió egyéb más hagyományőrző erőivel, és hát nagyon úgy tűnik, hogy nem nagyon marad más, ki kell mondanom, szerintem itt ebben az Európai Unióban már nem nagyon lehet a normális európai nemzeti élet kereteit megtalálni. Ezért ezt jövőben más keretek között kell megvalósítani. 30 másodpercen maradt, ügyvéd úr. Egyetlen egy utolsó kérdésem lenne önhöz ebben a műsorban. Kötelese bárki elfogadni, aki keresztényként éli az életét, hogy ebben a szélsőséges, aberrált, degeneratív nézetekkel a gyermekét fertőzik? Hát rövid válaszom az, hogy kötelessége nem elfogadni, kötelessége ellenállni ezzel szemben. Ügyvéd úr, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, megint nagyon sok hasznos információt kaptam meg öntől. Úgy gondolom, hogy ez a filmünk is törlésre fog kerülni, és itt elmondom a tisztelt nézőknek is, hogy más csatornákról is fel fogjuk tölteni a filmet, illetve gondoskodunk arról, hogy a nagy cenzor ne tudja a filmjéket letörölni, és valószínűleg jól csináljuk, amit teszünk, mert ennek következtében törlik ezeket a filmeket, amiket önnel többek között készítettek. Még egyszer köszönöm, hogy a rendelkezésünkre. Köszönöm a lehetőséget. Önöknek is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Kérem, vigyázzanak egymásra is, a gyermekeikre is, és a saját munkra is, hogy ne legyen áldozat.